A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Egyesület pályázatot nyújtott be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerőpiaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és kapcsolódó szolgáltatások támogatása a munkaerőpiaci szolgáltatóknál elnevezésű pályázati felhíváshoz, REMUS, Reintegráció Munkaerőpiaci Szolgáltatások címmel. A megvalósításra mintegy 48,5 millió forint támogatást kapott, amelyet teljes egészében az Európai Unió finanszíroz. A megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című országos projekt új szolgáltatásokkal és támogatási formákkal kívánja elérni a nyílt munkaerőpiacra való be, illetve visszajutást, valamint a munkahelyek megtartását. A 4M REMUS című projekt nyitó rendezvényét ma október 25-én tartották a Tatai Közös Önkormányzati Hivatalban. A program maga szól a megváltozott munkaképességűeknek, hiszen az a cél, hogy el tudjuk őket helyezni a nyílt munkaerőpiacon. Ehhez különböző szolgáltatásokat tettünk, rehabilitációs szolgáltatásokat. Itt az önéletrajzírástól kezdve akár a munkába állás segítését is bele tudjuk érteni. Azon kívül szól azoknak a munkáltatóknak, akik nyitottak arra, hogy befogadjanak megváltozott munkaképességűt, rendelkeznek olyan státusszal, amelyek alkalmasak az ő munkáltatásukra. Gyakorlatilag ez egy brit-magyar munkaerőpiaci program volt, illetve ezt a brit programot adoptáltuk át Magyarországra. Hálózati rendszerben dolgoztunk, és tulajdonképpen országos lefedettséget szeretett volna a működtető, és amikor megnyílt az uniós forrás, akkor láttuk, hogy Komárom-Esztergom megye tulajdonképpen ezen a területen fehér folt, tehát nem voltak alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások. Mindenképpen szerettük volna együttműködve az egyéb szervekkel, köztük az RSZ-ekkel is, hogy a megváltozott munkaképességűek Komárom-Esztergom megyébe is kvázi juthassanak ki a nyílt munkaerő piacra. A megyében 6 helyszínen lesznek ügyfélfogadási irodák, így Komáromban, Tatán, Tatabányán, Oroszlányon, Kisbéren és Esztergomban. 3 foglalkozási tanácsadónk van, akik ott fognak dolgozni és fogadják az ügyfeleket, illetve felkeresik a munkáltatókat. Mi abban is kérünk segítséget a leendő partnerszervezeteinktől, hogy segítsék eljutatni az információt mind a munkáltatók, mind az ügyfeleink részére, hogy tudják, hogy van ilyen szolgáltatás, jöjjenek bátran, hiszen természetesen mindkét fél számára díjmentes a szolgáltatás. Tatán a Kapucinus templom és rendházban a Bartók Béla utca 1-es szám alatt várják az ügyfeleket keddenként és szerdánként.